Klasszikus center, azaz Pölöskei Péter nélkül kezdett a Weber György vezette Pécs, elől így Frölich Roland játszott, rajta kívül még Kővári került vissza a kezdőbe, ahonnan Eke Uzoma maradt ki, a balhátvéd így újra Moll Dávid lett. Két poszton változtatott a Dunaújváros ellen gól nélküli döntetlent elérő csapaton, Bekő Balázs, Pilipovics és Novák találta magát a kispadon, helyettük az ifjú Kitlő Miklós és Bebéltó futhatott ki kezdőként a pécsi mérkőzésre. A két eddig nyeretlen csapat csatájában piros-feketében a házigazda Pécs, amely a 13. helyen kezdte ezt a fordulót, a sereghajtó Kecskemét lilában. Balog húzódik előre, az első lehetőség a mérkőzésen Frölich beadása után a kapus kezébe lőtt a belső védő, aztán Heffler Moll kiugratásával Tuivel véd, ezúttal is, mindez a 10. percben történt. 13. perc, Vukasovics teszi előre a labdát, Balázs sarokkal Bebétóhoz, gyönyörű átadás volt és vezet a Kecskemét. A 22 esztendős szenegáli Bebétó ebben a szezonban az első gólját szerezte. Az előző idényben 10 meccsen kétszer, azt megelőzően 9 összecsapáson 5-ször volt eredményes Bebétó. Előnyben tehát a Kecskemét. 25. perc, Vukasovics ugratja ki Bebétót, aki maga mögött hagyja Romicsot, de nagyszerűen vetődik ki Gőce. 35. perc, Szatmári tolja tovább a labdát Márkvártnak, Tuivel azonban ezt is fogja. Egy kecskeméti kontra és egy szép fejes Varga beadása után Bebétó veszélyeztetett. Nem sokon múlott, hogy megszülessék a második vendéggól. Aztán a 48. percben már semmi sem múlik, Balázs Zsolt eredményes Bebétó beadását követően. Az előbb ő adott gólpassz Bebétónak, most fordulnak a szerepek. A szenegáli asszisztját Balázs Zsolt váltja gólra. Aztán Balázs indítja Bebétót. Nagyon érzik egymást ezen a mérkőzésen. Marad azonban a 0-2. Betömörülnek a kecskemétiek, Frölichet meg is állították, de aztán Kővári ellövi a labdát. 8 lilamezes volt ott a labdás környékén. Balázs. Kitl. Erőtlen a befejezés. Persze ez az is kellett, hogy egy védő blokkoljon. Márkvárt röviden teszi vissza mellel a labdát. Kitl éppen csak a kapu mellé. 75. perc. Tuivelhez ragad a labda ezen a mérkőzésen. Szembeötlődj a pécsiek, leginkább a 16-oson kívülről kénytelenek próbálkozni. Vitrédi szöglete után üti ki a vendégkapus a léc alól a labdát, aztán Vitrédi szabadrúgása a 86. percben. Pölöskei labdája lejön a lécről, és Pölöskei ismétel 2-1. Egy kis kapaskodás, mert Tuivel nem adja oda a labdát Pölöskeinek. Pölöskei első gólja volt ez ebben a szezonban, az előző idényben 5 gólig jutott, Kecskeméten is gólt szerzett a 86. percben, akkor győzött a Pécs 5-2-re, most viszont a Kecskemét nyer 2-1-re, nekik van meg az első sikerük.